Búcsúzó jó kívánság olvasható a Nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium aulájának lett falán. Az iskola ünnepi díszbe öltözött a végzős diákok tiszteletére. A negyedikesek számára idén két ballagást is szervezett az intézmény. Csütörtökön tartották azt az ünnepséget, amelyen az alsóbb évfolyamosok búcsúztatták a végzősöket. Sorfalak között vonulhattak a búcsúzó tanulók, akik aztán ünnepélyes keretek között a leendő negyedikeseknek adták át az iskola zászlaját. Kovács István intézmény vezető helyettes azt mondta, örömteli, hogy újra ünnepi körítése van a ballagásnak. Ilyenre legutóbb 3 évvel ezelőtt volt példa. A Szent Imre Gimnáziumban a végzős diákok elsősorban és először az itt maradt diákoktól köszönnek, elétve a tanároiktól, ezt egy farmer nadrágos ballagás keretében teszik, ahol ugyanúgy végigvonulnak az iskolán énekelve, elbúcsúznak az iskolától, a gyerekektől, akik sorfalat állnak számukra, ezzel is kifejezve azt a tiszteletet, amit a 12-es végzős diákok iránt éreznek, és amikor az iskolából is kivonulnak, kint az udvaron egy zászló átadása, a köszöntő beszédekkel, illetve szerenáddal zárul ez a farmer nadrágos ballagás, illetve következő nap, tehát másnap pedig egy ünnepélyes keretek között a szülők jelenlétével, a fenntartó támogatásával a ünnepélyes ballagást is meg tudjuk tartani a végzős diákoknak. A leköszönő tanulóknak azonban legfontosabb feladataik még hátra vannak. Jövő héten kezdődnek ugyanis az érettségi vizsgák. A koronavírus járvány miatt tavaly és tavaly előtt szóbeli számonkérést nem szerveztek, idén azonban visszaáll az eredeti vizsgarend. Végre elmondhatom nagy örömmel, hogy hagyományos módon tudunk idén érettségi vizsgákat szervezni. A diákok nagy örömére, illetve hát a pedagógusok is örömmel állnak e felé a feladat felé. Tehát nem csak írásbeli, hanem szóbeli vizsgákat is meg tudjuk tartani, úgy, ahogy ugye a Covid járvány előtt. Idén iskolánkból 124 diák jelentkezett érettségi vizsgákra, ennek körülbelül az egyharmada azon diákok, akik most előrehozott érettségi vizsgát tesznek. A Covid járvány helyzetében kialakult ugye az a gyakorlat, hogy a középszintű testnevelés gyakorlati vizsgát azt meg lehet csinálni a szóbeli vizsgák előtt. Ennek örülünk, ugyanis ez megkönnyíti a szóbeli vizsgák megszervezését, tehát ezzel a lehetőséggel mi is élünk idén. Hétfőn a magyar írásbeli vizsgákkal kezdődik az érettségi, ezt követően kedden matematikából, szerdán történelemből, a hét utolsó két napján pedig idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a végzős tanulók. A szóbeli vizsgákat június első felében tartják.